Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk Róla magazint látják. Az év pincészete díjat idén egy Soltvadkerti borászat kapta. Egy családi vállalkozás, amely az elmúlt évtizedekben egyre több díjat söpört be. Aztán, ha elmegyünk hozzájuk, akkor látjuk, hogy már nem is borászat, hanem vendéglátás is egyben, akár egy turisztikai, látnivaló attrakció lehet az ő vállalkozásuk. Erről lesz szó a következő percekben, de természetesen a délalföldi borrégióval is foglalkozunk. Frittmann István úr a vendégem, borász, az év pincészete díjazottja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves vendégeket is, akik látják, hallgatják ezt a műsort. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ezen a választáson az évpincészete díjat megkaphattuk. Ugye három borászat volt, aki pályázott, és ebből választottak, vagy szavazhattak az arra illetékesek, és ebből mi kaptuk a legtöbb szavazatot most. Ugye korábban is már pályáztunk, második helyet, harmadikat értünk el, de ezzel nem esett kétségbe az ember, tulajdonképpen tudta, hogy fontos a térségnek is, meg nekünk is, hogy esetleg szerepeljük, megmutassuk azt, amink van. Egy kicsit az Alföld úgyis kizáródik bizonyos bor turisztikai látogatottságból, és ezáltal a figyelmet fel tudjuk kicsit kelteni. Ezzel bízunk abban, hogy mások is tudnak élni, és másokhoz is ellátogatnak, vagy másokról is tudomást vesznek. Mert hát tudva levő, hogy ha nincs hír, nincs információ, marketingnek nevezzük ezt ugye nagyon szép szóval, akkor felkapják a fejüket, és ha ez nincs, akkor ugye elsikkadnak a dolgok. Nekünk bizonyosság arra, hogy amit teszünk, az mások szempontjából is értékelhető, és jól értékelik, így az ember jó érzéssel veszi, úgymond ezt a díjat is. És itt van természetesen egy másik vendégem, Szőke Sándor alelnök, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége részéről. Jó estét kívánok! Jó estét, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Jól látom azt, hogy beért ez az elmúlt 10-15 esztendős munka. Amikor valljuk be, a Kecel, Kőrös, Vadkert, Arany háromszögként híresült el ez a térség, és most azt lehet mondani, hogy kérem szépen a magyarországi borászatok, a magyar borfogyasztók Vadkertre néznek, hogy valami csodát tettek itt a térségben, nem csak Vadkerten, hanem úgy az egész térségben emelték az ázsióját ennek a térségnek. Ez így van, és örülünk neki, hiszen ez egy olyan borászat, aki kirakatban van, és ezt követni kell. És aki ezt követi, az előre néz, nem pedig hátra és kacsingat, és ezáltal mindig szebb és jobb lesz az, amit készítünk és csinálunk. Így van ez a bortermelésben, szőlőtermelésben is, és nagyon örülünk neki, hogy éppen Halashoz közel, Soltvadkerten van egy ilyen jeles borászat, amely nem csak ragyogó borokat készít, hiszen ez meg kell mondani, hogy 2007-ben az év borászai voltak, bortermelői voltak, és most rá 8 évre gyönyörű objektumot építettek, gyönyörű borászatot, és ez párosul ezzel a nagyon szép díjjal. Azt hiszem, hogy ez öröm nem csak itt szűk környezetünkben, hanem egész Kunságban. Nézzük meg azt a híradós tudósítást, amelyet ott a helyszínen a díjátadáskor készítettünk, és ebből a filmből kiderül az is, hogy nem tévedtem, amikor azt mondtam, hogy egy egész családi vállalkozás épül a bor és a szőlő köré. Ünnepelni gyűlt össze a borász szakma. A soltvadkerti Frittmann borászat lett 2015-ben az év pincészete. Az egyik legrangosabb szakmai díjat vehették át a Frittmann fivérek. Frittmann János az ünnepségen elmondta, hogy a régi családi birtokot fejlesztették tovább, és a mai napig tisztelik a régi értékeket. Én nagyon-nagyon hagyománytisztelő vagyok, és ragaszkodom a hagyományokhoz. Látszik a szőlőfajtáknál is, ugyebár amivel ten a bátyámmal döntöttünk, hogy mely fajtákat visztük tovább. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb értékei voltak a régebben a magyar, a soltvadkerti szőlészetnek, ezekhez ragaszkodunk. Frittmann István is örül az elismerésnek. Mint mondta, ehhez az is kellett, hogy a partnereik is magas színvonalú munkát, minőségi termelést végezzenek. Az év bortermelő cím se elhanyagolható, de az év pincészete sem egy olyan kis díj, főleg ebbe az alföldi környezetbe, ott, ahol valamikor még a szőlőnek is elismerést kellett kivívni, hogy az itteni szőlők is szép borokat tudnak adni, hogy természetesen mindig egy rossz példa, de szőlőből kell készíteni a bort, és ehhez a termelők is itt már alkalmazkodnak, nem csak abból a szempontból, hogy szőlőből, hanem figyelnek a minőségre. A borászat életéből a fiatalok is aktívan kiveszik a részüket, és tervezgetik a jövőt. A köszöntő beszédekben többen is hangsúlyozták azt, hogy példamutatóan összetartó a borász család.
Rendkívülen örülünk igazából a díjazásnak és az elismerésnek, mert úgy gondolom, hogy az egész családnak a munkája ebben benne van, és egy nagyon szép pályafutása a borászatunknak, amihez már így fiatalként mi is nagyon sokat hozzátettünk, és próbáltuk ugyebár az új dolgokat behozni a borászat életébe, de ez nem csak ennek tudható, ugyebár rengeteg munka van ez mögött, és úgy gondolom, hogy ez most így Alanatúr így elismerést nyert egy picikét, aminek roppantul örülünk mindannyian. Természetesen szeretnénk folyamatosan fejleszteni a borászatot. Ugye már vannak tervek, hogy itt a vendéglátás részét tovább fejleszteni, a szobák bővítése, illetve minél több új piacot megszerezni, illetve a külföldi területek, vagy külföldi országokba is egyre inkább elismertetni a magyar bort, illetve a saját borainkat. Az év pincészete díjat 14. alkalommal adták át. Fazekas Sándor miniszter gratulációját Gál Péter miniszteri biztos tolmácsolt az ünnepségen. Azt gondolom, hogy ez a díj, illetve ahová került ez a díj, nagyon példaértékű, hiszen itt nem csak egy csapatmunkáról van szó, hanem egy családi összefogással épült igen kivételes és nagyon példamutató pincészetről. Egy olyan pincészetről, amely már évek óta bizonyít. Az év pincészete díjat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Borakadémia, valamint a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége adja ki a szakmai szervek szavazatai alapján. Az egyik díjátadó Szőke Sándor mondta el, hogy mivel lehetett kiérdemelni ezt a címet. Megfelelő minőségű bort kell előállítani, hát azt hiszem ez garancia a Friedman testvérekre, hiszen évborásza is volt, és nagyon jó minőségű borokat állít elő. Szerencsénk van, hogy itt a Kunságban vannak a Jánosék és az István, és hát viszik a Kunság hírét. A másik pedig az, hogy hát megfelelő szintű borászattal kell, hogy rendelkezzen, és ez nem csak szint, hanem minőség is. Azt hiszem esztétikailag, építészetileg is, azt hiszem, hogy egy látvány, és amellett stilisztikailag azt hiszem nagyon beleillik ebbe a képbe, és hát meg van töltve olyan tartalommal, ami szakmailag azt hiszem a csúcs. Az, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is a térségbe került az év pincészete díj, újabb lendületet adhat a térségnek. Tavaly a kokborászat nyerte ugyanezt a címet, Kokcsaba borászata, idén a szomszéd fellegvárból, Vadkertről a Friedmanék. Ez jelzi azt, hogy komoly minőségű munka folyik már az alföldi borászatokba, és versenyképesek vagyunk, és egy jó jelzés az, hogy a környékünk, a kunsági borvidék, illetve a hajósbajai borvidék, illetve a Duna borrégió termelői, bortermelői és szőlőtermesztői föl tudják venni a versenyt az ország más térségeivel, és végre, hogy nem a nagynak mondott, amúgy drágán borkészítő hegyvidéki borásznak, hanem az alföldre és egyre több fény jut a napfényen kívül is, így bízunk abban, hogy ez a Friedman borászatnak és a környéknek is egy nagyon nagy lökés fog adni. Sok véleményt hallhattunk ezen a díjátadón. Mennyi munka van ebben? Mikor döntötték el tudatosan, hogy nem csak bort szeretnének előállítani, nem csak szőlőt szeretnének termelni, hanem egy picit nyitni a gasztronómia, a vendéglátás felé? Mert ebben tudatosság kell, hogy legyen, mert itt nagyon nagy pénzekkel dobálózni. Hát a minőség az nagyon korán eldöntődött, azt meg édesanyám képviselte, és mi folytattuk. Tulajdonképpen akkor se csináltunk más, csak igyekeztünk minél szebb borokat készíteni, vagy a fogyasztónak kedvesebb borokat. Akkor még nem voltak ilyen versengési lehetőségek. Ha volt, akkor igyekeztünk megmutatni azt, amink van. Ezer jóval, sárfejre és kék frankossal. Bocsánat, egy pillanat, közbe kérdezek. Hogyan fogadja egy borász, hogy előállít egy bort, és azt nem úgy fogadja a közönség? Hát minden alkalommal, főleg mikor újat készítünk, akkor lezsűriztetjük külső fogyasztóval, tehát laikussal is, szakmai körrel is. Hogy mi a véleménye, mi a meglátása, mit érez, mit érzékel, mit lát belőle. És így tudunk tovább lépni belőle. A turisztika felé pedig akkor léptünk egyébként, amikor fejleszteni vált szükségesé, raktárra volt szükség, főleg, és akkor ebből látszott, hogy építkezésbe kell fogni, akkor a szülői ház környezetének egy részét áldoztuk fel, és akkor látszott, meg kényszeredett ki, hogy mit tudunk megvalósítani, mit hova lehet eltenni, és mivel más borvidékeken már rég gyakorlat volt, hogy szállás lehetőség van, olyan borkóstolóterem, ahol 50 főt le tudnak ültetni esetenként, és nem nap, mint nap, mert nálunk se nap, mint nap jelentkezik ilyen 50 fős, de le tudják ültetni. Azelőtt ez nem volt meg, a pincénk fölött volt egy 35 főre leültethető hely,
és az kevésnek bizonyult szállás, meg a településen se volt olyan szállás, amit télen lehetett hasznosítani. Szöke úr, mit hozhat ez a cím, amely most Solt-Vadkerten van ebben az esztendőben, ennek az egész régiónak? Hát eddig is hozta, de nem csak megbecsülést, hanem tiszteletet. A felvezetőben elhangzott, hogy bizony-bizony régen az Alföldet degradálták. Az alföldi szőlő- és bortermelést degradálták. Ma már szerencsére ez nem így van, villongások vannak, természetesen haragosaink vannak, de azt hiszem összességében pariba van az Alföld, főleg a Kunság, és nem köszönhető a Frittmannéknak és még jó pár olyan borászatnak, aki természetesen sokat tesz ezért. És itt elhangzott, hogy igen, hát a minőség a minőség. Igen, hát először szakmailag kell ezt a bort úgy elkészíteni, hogy tudjuk, hogy a fogyasztónak mit akarunk adni, és utána következik a nagy zsűri, a fogyasztó, és mindenképpen ő neki kell ezt elfogadni, és ez megtörténik, ez a kontaktus, akkor éri el azt a célját, amit az előbb az István mond, hogy igen, akkor lehet építeni nagyobb kóstolót, ki lehet menni olyan gasztronómiába, amely utána meg is éri. Mert azért azt is kell nem tudni, hogy a borászat eleje azért nem ilyen egyszerű elnézést, és ez egy elég költséges játék, elég költséges vállalkozás, és ha nem jön be, akkor van a baj. Borfogyasztóként kérdezem, nem újságíróként. Jól látom azt, hogy hatalmas trendváltozás van a borok tekintetében. Ezelőtt mondjuk 15 évvel azt mondták, hogy a nagy testes vörösbor az illik egy vacsorához. Most meg egyre inkább azt hallom, hogy ezek a könnyű, lágy borok, friss borok, a menők. Hát igen, a fogyasztók szempontjából ezek beszédesebbek, az életvitelünk szempontjából kifejezőbbek. Ugye rohanunk, szaladunk, könnyebb ételeket eszünk, ez jobban illeszkednek a könnyebb, gyümölcsösebb borok, illetve akik tanulnak, olyan értelemben kóstolni, vagy bor közeli állapothoz szeretnének kerülni, akkor ő nekik ez kifejezőbb, azonnal mutat számukra is valami megfogalmazható dolgot, akár illatban, akár zamatban, és akkor sokkal jobb érzéssel veszi, mint mikor egy úgymond egy gondolatmenetet, vagy néhány perc türelmet érdemlő bor mellé ül le az ember, és akkor próbálja keresni, találni azokat a szép ízeket, zamatokat, amiket az a test, az a tartalom rejt. Egyébként hát nagyon jól említette Sándor is, hogy tehát a fogyasztók nagyon fontosak ebből. Mi szakmailag esetenként mást gondolnánk, és meg is valósítjuk, de a fogyasztó ezt nem úgy értékeli, akkor visszakoz van, akkor kell változtatni azon a technológián, technikán, ami tehát a fogyasztónak teszik, úgymond élvezhetőbbé a bort. Mert nem minden az, hogy esetleg aranyat kap, és a fogyasztó meg se kóstolja. Tehát az a szerencsétlen választás, szerencsétlen út felé menés. Mert lehet tényleg nagyon szép borokat is készíteni úgy. Nem mindegy, akkor inkább egyszerűen mondom, hogy milyen fogyasztói kör veszi körben az embert, kik ismerik, kik tudnak odáig, hogy találkoznak a borunkkal, és akkor leveszik, megkóstolják, vagy esetleg fesztiválokon látogatnak bennünket, és oda jönnek, és kíváncsiak rá. Az Alföld ilyen szempontból nagy előnnyel bír, a napsütés tekintetében ezeket a gyümölcsösebb borokat könnyebben tudjuk készíteni, mert itt megképződik az a gyümölcsösség, amihez a napfény kell, meg a talajadottság. Ugye a nagy borokhoz veszük a talajadottságot, de itt alföldi környezetben is, mikor nagyobb vörös bort szeretnénk készíteni, ha nagyon jó az évjárat, és olyan talajadottsággal rendelkező területen vannak azok a vörösszőlők, akkor nagyon szépeket lehet itt is készíteni. Akkor sem lesz akkora testű valószínűleg, mint teszem azt Villányba, mert ott azért még erősebb a talaj ennél, az többet ad hozzá, viszont fogyasztó számára, meg számunkra is, tehát egy nagyon jól fogyasztható, nagyon jól értelmezhető, esetleg testes bor készíthető, akár fehérből, akár vörösből. Most ezen dolgozunk is, eddig is dolgoztunk, az adottságokat használtuk, de most esetleg egy kis tudatosság is vegyül bele, a fiatal borászok igénybe lesznek véve, vagy vannak véve ilyen tekintetben. Azt ugye tudjuk és láttuk, hogy a gyermekek is ott vannak a munkában, aztán a feleségek is kiveszik a részüket, akár a kereskedelmi részből, akár a termelési részből. Szőke úrnál is a fiára támaszkodva tudja tovább folytatni ezt a munkát.
Hogyan tud ez a térség valamiféle képpen elindulni a nagyokkal szemben, a nagyok mellett, hiszen mindenki győzni szeretne, mindenki a saját borát szeretne értékesíteni, és ebben a küzdelemben van-e olyan mögöttes, hátsó pénz, amit tudnak önök használni? Pályázatok, amelyben ez a térség is az előrejutást tudja hozni. Ugyanúgy, mint a nagyok. Zavarba vagyok, kik a nagyok? Hát hiszen mi vagyunk a nagyok. Az átlagember számára Tokaj, Villány, ezeket ismerjük így, higgy el, oda megyünk, milyen bor, Tokaji bor. Az egy hihetetlen nagy név a Tokaj, de mellette ott van az év pincészete, meg a finom helyi borok. Ez így van. Színes az ország, színes az egész borpalett, ez így a jó. De azért azt kell mondani, hogy a magyar borfogyasztásnak közel felét innen az Alföldről viszik el. És azt is el kell mondani, amikor az Tokaj, az természetesen azt el kell ismernünk, ő a lámpásunk, ő az a vidék és az a bor, amelyet mi is olyan szinten képviselünk szemléletben, amit kell. Való igaz, vannak nagyon jó borvidékek, az előbb is említett, de ide sorolható most már a Kunság is, és azt mondjuk most már itt az ünnepelt, azért ezt tudomásul kell venni, hogy bármely megmérettetésen, versenyeken pariba vannak az alföldi borok, a nagy testű borok is. Most csak mondjak egyet, hogy az Istvánéknak a Cabernet, melyik? Fran is, meg a Sauvignon is, megvert mindenkit, sőt nemzetközileg is egy nagyon nagy sikert ért el. Avval az előbb említette az István, és nagyon említette, hogy megváltozott ma a étkezési szokásunk, megváltoztak a borfogyasztási szokásaink. Kulturált borfogyasztók lettek nagyon sokan szerencsére, köszönhető ez a marketingnek, és sok olyan embernek, aki ezért tett. Most ebből adódik, bizony, az említett nagy testű borok nem vesztek el, tévedés ne essék, csak alkalomszerűen és megfelelő színvonalon, mondjuk egy ünnepélyes ebéden, vagy egy ünnepélyes fogadáson van jelen. A mindennapra, ha az ember úgy gondolja, hogy elfogyaszt egy-két pohár bort, akkor elsősorban a mi vidékünk jön szóba, hiszen olyan gyümölcsös és olyan szép boraink vannak már, hogy én úgy hiszem nem véletlen ez az 50%-os forgalom, ez bizonyítja azt, hogy természetesen nagyok, most már mi is nagyok vagyunk, csak másképp kell nézni, hogy mibe vagyunk nagyok. Tudunk-e a pályázati rendszer segítségével ide olyan pénzt hozni, technológiát hozni, amely a tovább nagyobbodást, de csúnyán mondom, elősegíti? Tulajdonképpen az, hogy itt van az Alföld, nagyon nagy szerepe van annak, hogy mi nagyon okosan pályáztunk. Tehát itt az Alföld a pályázatok döntő többségében nyert és elvitte, és ha megnézzük a 20 évvel vagy 15 évvel ezelőtti borászatokat és a mostanit, mindenki csak csodálkozik, hogy ragyogó technológia, nagyon szép ültetvények és kiváló szakemberek kezében van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a nagyság, én nyugodtan merem állítani, hogy most már az Alföldre és a Kunságra is jellemző. Közben pedig ezer veszély leselkedik a magyar, illetve a térségbeli borászokra. Azt hiszem, két hete Kiskörösön forgattam, ott a Kecel Kőrös Vadkert körforgalomnál. Traktorokkal vonultak fel a termelők, a szőlős gazdák, az olasz bor ellen tiltakoztak. Mi a gond ezzel a borral az önök olvasatában, illetve mekkora valós veszélyt jelent ez, mert mondjuk 150 gazda csak úgy ráérésből nem ül traktorra és nem megy tiltakozni, és nagyon érdekes volt, mert a piros-fehér-zöld és a zöld-fehér-piros küzdelme mindez. Hát nem egészen, Sándor erről majd többet fog esetleg tudni mondani. Én magam szemszögéből nem értékesítünk olaszbort, elből se foglalkoztunk vele. A térségben Vadkerten 3000 hektár szőlő van. A saját az 40 hektár, de mindig vásárolunk kiegészítésképpen. Régóta vannak integrált tagjaink. Próbáljuk úgy alakítani az árainkat, hogy ők is elégedettek tudjanak lenni. Viszont ugyanazon a piacon kell sok mindent értékesíteni, ahol valóban ez az olasz is megjelenik, és sajnálatos módon az a kevés mennyiség, ami esetenként érkezik hivatalosan Olaszországból, vagy érkezett, az nyomja rá árszempontjából bélyegét a szőlőtermesztésre. A termelőknek abban a szempontból teljesen igazuk volt, hogy
elégetetlenségüket akarták kifejezni, és ezt most az olasz borral szembe tették meg, mert hogy az nagyon, tehát irreálisan olcsón kerül ide, amennyiért itt szőlőt lehet mondjuk előállítani körülbelül, esetleg olyan vagy még kevesebb áron érkezik bor, és ezt ők hát, tehát fölháborítónak tartják, ez fölháborító is ettől függetlenül. Az viszont, hogy a kereskedelemben megtalálható, abban most én nem mennék bele, ettől függetlenül, tehát az háborítja föl őket, és így találkoznak vele, mert úgy érzik, hogy így nincs szükség a termesztésükre. Az tény és valós, hogy a 25 év alatt a szőlőterületeknek majd hát 40%-a fogyott Magyarországon különböző ténykedések miatt is, hát ezért a termelők szeretnének megélni, koncentrálód egy picit a birtok is, hogy egy kicsit csapongó legyek a birtok, tehát több területet kaptak, szereztek egyesek, és szerettek volna megélni belőle. Ezért fontos volna az ártényező, hogy legyen a termelőnek is biztonsága, mert a szőlőt nem egy évre telepítik, hanem sokkal hosszabb időre, és ezért kellene hozzá biztonság, hogy jövőre, meg utána is meg tudjon élni belőle, és még természeti katasztrófák, idézőjelben fagy, jégverés, meg egyéb nem is számolva kieső jövedelmeket okoz. És Magyarországon termelés szempontjából, foglalkoztatás szempontjából, a térségnek a megélhetése szempontjából ez mind bevétel, hogyha a szőlőért akármennyi pénzt is kap a többet. Meg lehetett nézni, tavaly, mikor picit több pénzt kaptak a termelők, mint korábbi évben, vagy két évvel korábban. Két évvel korábban hihetetlen mozdulás volt más oltvadkert környezetében, elmaradt dolgokat hoztak helyre, munkálkodtak dolgokon. Bocsánat, nem akarom túl hosszan ecsetelni ezeket a dolgokat. Igazából jelen állapotban a 25 év alatt eljutottunk odáig, hogy nem vagyunk önellátók bor tekintetében. Ezt látszik azon, hogy szükséges, hogy behozzanak a bort bizonyos szegmensbe. Most nem minden szegmensbe alkalmas, ez meg alkalmazzák. Az nagyon érdekes egyébként, hogy az a bor, ami ide érkezik, azt ott Olaszországban nem hozzák forgalomba. Alelnök úr, hogyan látja a Szőlő- és Bortermelők Szövetsége? Milyennek az olvasat ennek a megmozdulásnak, illetve mit lehetne tenni? Tehát hasonlóan mi se vásároltunk és nem forgalmaztunk még soha olasz bort. A probléma gyökerei az, amit az István mondott, hogy 93 ezer hektárról rövid idő alatt 63 ezer hektárra csökkent a magyar szőlő terület, és ez nem is a termő, tehát összes terület. Ebből adódik, hogy ha számolunk, önellátóak tudunk lenni. Igen, ám csak vannak olyan évek, amikor elfagy, jég elveri, és olyan természeti katasztrófák történnek az ültetvényekben, hogy kevesebb terem. Most ilyenkor természetesen azok a kereskedők, vagy nagy borászatok, akiknek hatalmas piacaik vannak, ezt a piacot meg akarják tartani. És ezért néztek ők más piacokra, és került így az olasz bor a magyar piacra. Itt a probléma soha nem avval van, hogy konkurencia bejön egy olasz bor, hanem mindig avval, hogy olyan áron jön be, amire a magyar szőlő egyszerűen devalválódik. Hiszen ez az alsó szegmens, mindig az alapoktól kell kiindulni, és az alapokra épülve lehet árstruktúrát kialakítani. És hogyha a piacon megjelenik egy ilyen nagyon olcsó, most minőségileg és egyéb okokat nem kutatva, hogy milyen, mert hát természetesen ki issza ezt, hogy issza ezt, ez a nagy kérdés, hogy mégis van fogyasztó rá. Ezek a dolgok itt a piacon úgy jelennek meg, hogy devalválják azt az alapanyagot, amit mi is termelnek. Na most ezek a szőlészek, akik kikerültek, kimentek az utcára, teljesen jogosan az ellen tiltakoztak, hogy igen, így tönkre mennek. És másképp nem tudtak most hangot nyilvánítani, megjelentek ugyan különböző cikkek, de azt hiszem, hogy ez volt az a fórum, ahol legjobban hangot tudtak adni, hogy igen, elég volt. Na most ennek van egy másik olvasata is, hogy sokan megjegyzik, hogy valójában szabad kereskedelem van. Ez rendben is van a borászatban, csak nem mindegy, hogy milyen minőségben, és nem mindegy, hogy milyen árban csináljuk ezt. És az, aki szőlőt termel,
az nem tudja ezt így véghez vinni, és ebből adódnak a nagy kontraktok és a nagy ellentmondások. Ugye, bocsánat, néhány mondat volt, és már nagyon rövid az időnk, néhány mondat volt arról, hogy a helyi, régi, őshonos fajtákat szeretnék önök megőrizni. Van rá kereslet? Keresik az emberek azt, amit esetleg a nagypapa, nagymama annak idején az asztalra tett? Az a bor, az a fajta? Hát olyan mértékben keresik, hogyha más környezetben is termelik, akkor szélesebb körbe. Aki ismeri, aki tudja, annak ez mindig kedves. Aki nem, az nem mindig akar tudomást venni róla, mert nem mindig olyan környezetben találkozott korábban vele, hogy ezt érdemesnek tartsa arra, hogy megkóstolja. Most gondolok itt például az ezer jóra, ami nálunk egy főfajtának számít, és valaha 3000 hektárból 900 hektár ezer jó volt Sótvadkerten, és mindenkihez közel állt. A szőlőfajtát és abból készített bort akár reduktívan, akár hagyományosan, illetve tovább érlelten, több évesen, ha kóstoljuk, hihetetlen érdekességei vannak, hihetetlen alkalmas arra, hogy különlegességet készítsen belőle az ember, és megmutassa akár a borászatnak, hogy mire képes, akár a szőlő, hogy mit tud. Tehát az ősök nem véletlen választották ezt a fajtát. De nagyon munkás termelni, érzékeny, régi típusú. Az újabb típusúak kicsit másabbak. De valamikor nem rendelkeztünk csak ezekkel hagyományos fajtákkal, tehát kézenfekvő volt, hogy azokkal dolgozzunk, és azokat próbáljuk megmutatni, hogy azokból korábban nem is palackoztunk másmilyen bort, csak olyat, amelyiket mi termeltük, és mi rendelkeztünk úgymond a bor fölött, csak abból a tételekben. Hát nagyon kevés fogyott kezdetben, ez ilyen kísérleti jelleggel működött, hogy mégis mi lesz belőle. De ezt vittük tovább, és ehhez nagyon sok termelő tudott alkalmazkodni. Nagyon ritkaság, és mindig ez egy kedves termelő bácsi volt, ő a kadarkájára volt nagyon büszke, én is, mert 45 éves volt, a kadarka, nem a bácsi. És a bácsi végül, tehát korra előre haladtan kénytelen volt kivágni a területet, mert mindig beteg lett szület időszakban, nem tudott odafigyelni rá, és mi meg sajnálatos módon nem tudtuk megvenni, mert túl sok pénzbe került volna a terület, és még gépet, berendezést kellett vásárolni, de ő hajlandó volt a kadarkát terméskorlátozni. A 45 éves szőlő terméskorlátozni kellett, és ő vette a léptéket, eljött megkérdezni, hogy most mégis mi legyen. Ő úgy látja a virágzás előtt ennyi, de virágzásig nem fog hozzányúlni. De ezt a fiatalok is egyébként, hogy mondjam, számításba veszik, szeretnének a kapcsolódni úgy borászatokhoz, hogy tudják hosszú évekig, hogy most megveszik a szőlőjét, és ő ebből meg tud majd élni. De ez a kötődés Magyarországon nem alakult ki még olyan mértékben, hogy erre lehessen számítani. Ha egy pohár víz mellett ilyen jól el tudtunk beszélgetni a borról, én azt javaslom a kedves nézőknek, a hétvégén, pénteken, szombaton, vasárnap borudvar van itt a Városháza belső udvarán, hogy a borászokat kérdezzék a jófajta alföldi borokról, és természetesen itt lesznek a történelmi borvidékek képviselői is, pincészetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és bízom benne, hogy nagyon sok emberrel tudnak beszélgetni egy pohár bor mellett, majd a borudvaron is. Köszönjük. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, arra kérem önöket, tartsanak velünk jövő héten szerdán este, és tudják, 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!